Szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntelek benneteket, és én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Elég zűrös mostanában a családi életünknek, mindenfélébe belevágtunk, és ez bizony nagyon sok feladatot ró rám, és mivel nyugdíjas vagyok, ugye azt hiszem, hogy mindenre van idő, és semmire sincs idő. De azért elkövettem azt, hogy kiadtam egy újabb kötetet, Névtelen dalnok címmel. Ennek egy példányát szeretettel átadom majd Zsoldos Árpádnak, és majd megtekinthetitek ti is. Ebből választottam ki három verset, és van egy macska mesém is, ugyan fejből szeretném majd elmondani, mert nem hoztam el az írást. Az első versikét egy kicsit nektek is ajánlom. Szépség kezdete. Láttalak már, szemedből olvastam neved, nem betűkből papírra etett zavaros ápombákom. Az igazi neved rám nevetett. Vidáman léptél tovább, nem álltál meg, csak a pillantás, a szavak nélküli beszéd hangja az árult el, és kinyílott szívem csendes, kicsi bugyra. Teremtés. Legyen világosság, intett az Úr. És kígyó örvény szelte, dobta szét ragyogó csillagmilliárd tömegét. Sötétből tűzfényű spirálhalmaz, rejtelmesködben megfogant hábra, birtokba vette kijelölt helyét, elmerülve az űróceánba. Földobban cínuszában a lét, csillogó pontjai mögött a sötét élet bölcsönraj ringatta mag, örök teremtés igéje robbant. Sohasem látott rejtelem tárult, fekete lyuk tétve téptek vazár erek, ismeretlen erő díszítette fraktál, polipkarja teret ölelt. Hogy magát ismételve megszülje bolygók szép fröccsenő sokasága, örök érvényű galaxis szektor lett számüzött angyalok tanyája. S az önmagába zuhanó világ sötéten áttörő csillagkerék, átvedik a teremtés bibliája, újra oszló sötét, új menedék, melyben az ember teremtett lény, küldetés, cselekvő tömeg, kicsire, nagyra hivatott eszmény. Miért? Minek? Csak az Isten érti meg. A harmadik vers, amit elhoztam nektek, elrendeltetek. Uram, mögötted járok, mint bárány anyja után, és teremtett földi létem számon tőled nem kérem. Nem kell hát büntetned, hisz elrendeltetett, és előtted csak jó vagy rossz hetek. Vagy mindkettő egy kicsit. Elég, ha fejselik a vágy, megtudni, ki lettem én, ki te vagyok. Ezért segítesz hát, és én mindent elfogadok, mit nekem szántál. Verhetsz, felszabadíthatsz, megkötözhetsz, feloldozhatsz, mindent eltör a lázadó angyal, hogy ne kelljen józan aggyal megélni, hogy hamis igazságot hirdetők szava éljen, mert a hit, a bőrszín nem érdem, csak mi belülről fakad, ami bennem, te magad vagy. Béke szívemben, bízom benned. Lelkemből a magány messze száll, hitem arca egy, a szeretet. A többi gyarló emberi szabály. Lelkemben néz, látod a jót, látod a hibát, a földi valót, de te rendelted, hogy itt legyek. Tegyem, amit kell, ami elrendel. Szépen, és akkor most a kóbormacska meséje. Hát tudjátok, egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer gyongyos, koszlott, vedlegbundájú kóbormacska. Ez a macska abból élt, akarom mondani, abból tengette az életét, hogy mindig másoktól kunyerált.
úgy gondolta, hogy mi azért vagyunk, hogy őt eltartsuk. És ezt néha szemünkbe is mondta. Egyszer aztán nagyon éhes volt, és senki nem adott neki semmit, mert már mindenki unta a képét. Fogta magát, lesétált hát a patakpartra, és keservesen nyávogott. Velem nem törődik senki. Senki. Nekem nem ad enni senki. Számkivetett vagyok. Hát ez szörnyű dolog. Mi lesz velem? Meghallotta a sopánkodást a keresztes pók. Hallod-e te, kóbormacska? Mondja neki. Ismered-e az írást? Azt mondja, ne alamizsnát adj, hanem eszközt. Hát én most adok neked egy eszközt, mert élelmem nekem sincs olyan sok, de amit adok, azzal eltarthatod magad. Azzal font egy hálót, odadta a macskának, és azt mondja, itt a patak, itt a háló, fogjál magadnak halat. Hát, nagyot nézett a kóbormacska, mert erre ugyan nem számított. De hát mit volt mit tenni, a gyomra nagyon korgott, ezért aztán leült, és elkezdte a halakat kimeregetni. Na de hát, alig, hogy egyet-kettőt bekapott, a többit dobálta a háta mögé, hogy majd később minél többet szeretett volna fogni, és ezért aztán csak fogta őket, és rúgta a háta mögé. De a halacskák bizony ezt a hányaveti bánásmódot észrevették, érzékelték, és addig fickándoztak, addig csobogtak ott a parton, míg mindegyik visszaugrált a patakba. Így aztán a macska éhes maradt. Nagyon megunta már a halászatot, és gondolt egyet. Hát itt van ez a háló, elmegyek a kocsmába, eladom. És aztán elviszom az árát. Fogta magát, elment a közeli gyilkos galóca nevű kocsmába, úgyis tett, jól berúgott. És másnap reggel megint csak a patakparton ébredt. Éhesen, szutykossan, tépett bundában. És ti mit gondoltok, hogy jól tette ez a macska, vagy nem tette jól?